bemutatjuk a Derrick című bűnügyi sorozatfilmjét. Érettségi. Hello! Gyertek már! Hello, Heidi! Jössz ma este? Még nem tudom. A kémikus azt a jelmondatot tartja szem előtt, hogy az anyag nem vész el, és hogy az összetartozó elemek és a kötések a legszükségesebb összefüggésben állnak. Nyugodtan említse meg, hogy idézett. Kitől? Julius Robert Mayertől. Egy cikkéből, amely az erők mennyiségi és minőségi meghatározásáról szól. Úgy van. Mit jelent az erő? Ma energiát mondanánk. Az említett cikk miről szól? Az energia megmaradás törvényéről. Jó. Kérem, folytassa az idézetet. Ha a hidrogén és az oxigén egyesül, minőségileg a nullával egyenlő víz keletkezik. A kémikus nem feltételezheti, hogy a hidrogén és az oxigén megsemmisül, melyek... Jó estét. Jó estét. Zavarhatok? Nem zavarhatsz. Miért? Még nincs vége az órának? Nincs. De, szerettem volna befejezni ezt a részt, de... Robert, egy másodpercre sem érsz rá. De természetesen, tessék. Beszéltél már vele? Persze. Nem merted megtenni, vagy be? Megkérdeztem, hogy szerintem mire számíthatok. Azt kellene megkérdezned, milyen jegyátlag kell, hogy bejuss. Azt ő sem tudja. Tisztáznod kell vele, milyen fontos ez. Mondtad, hogy neked kellene átvenni apa praxisát? Ő is tudja. Egyébként apa beszélt vele? Igen, de csak köszönt neki. Kérdezte, kell-e korrepetálni. Egyszerűen kínos neki, a korrepetálás nem jelent jót. Tényleg nem fogod fel, hogy miről van szó? Apa szívbeteg. Nem bírja sokáig vinni a praxist. Diplomáznod kell, egyszerűen muszáj. Más se hallok, csak hogy muszáj. De hogy szerezzek diplomát? Megteszem, amit tudok. Ez az ember tanár a suliban. Van befolyása. Tud segíteni neked, ha akar. Tud javítani pár tizedet, ha csak azon múlik. Heidi, én ezt nem akarom. Beszéljek vele én? Inkább ne. Vissza kell mennem. Nézzük az idézet végét. Ha a hidrogén és az oxigén egyesül... Csak mennyiségileg és víz keletkezik. A kémikus nem feltételezheti, hogy a hidrogén és az oxigén eltűnt. Hiszen H2O, vagyis víz keletkezett, ami nem nevezhető véletlennek. Mayer ezzel felfedezte az energiatörvényt, ami latinul hogy hangzik? Ex nihilo nihil fit, nihil fit ad nihilum. Causa ecat effectrum. Jó estét, apa. Neked is, Heidi. A tanár úr még itt van? Igen, de mindjárt végeznek. Nem eszel valamit? Nem, köszönöm, nem vagyok éhes. Mit gondolsz, ne beszéljek pár szót a tanárral? Bizonyára átlátja, hogy hogy áll az anyaggal az öcsét. Érdeklődött Robert osztályfőnökénél is. Ne készítsek mégis valamit. Nem, köszönöm. Mikor lesz Robert vizsgája? Úgy 2 hét múlva. Tudja a tanár úr, hogy mi múlik nekünk rajta? Tanár úr, van 1 perce az édesapám számára? Jó estét, tanár úr. Jó estét, doktor úr. Beszélhetnék önnel 1 percet? Természetesen. Megkérném, hogy fáradjon be. Mit akar megbeszélni?
tisztázni akarja vele a helyzetet. Nem óhajt leülni? Nem, köszönöm. Nos, tudja, a fia rettenetesen igyekszik, ezért a szorgalmán, az akaratán nem fog múlni. Leérettségizik-e felől semmi? Igen. Viszont amin sok múlik, az a jegyeinek az átlaga. Hát, nem tudom biztosan. Úgy értem, csak azt akartam mondani, ha sikerül neki, az tényleg csoda lenne, de az sem kizárható. Tudja, a fia könnyen elveszíti a kedvét. Hogyha valamit nem tud, akkor nem tud józanul gondolkodni. És pánikba esik, olyankor pedig mindent fordítva csinál. Egyébként jó gyerek, de nagyon érzékeny. Rögtön bedobja a törölközőt. Az anyjától örökölte. Ő már 10 éve meghalt. Lehet, hogy a fiam ezt nem bírta feldolgozni. Így a nővére nevelte fel. Benne mindaz megvan, ami a fiamból hiányzik. Ő soha nem ad fel semmit. Na igen. Tudja, nekem nagy praxisom van, vidéki praxis, amit a semmiből építettem fel, és szeretném továbbadni. Meg tudom érteni. Számomra nincs, bocsásson meg, hogy kimondom, számomra nincs fontosabb, mint az, hogy a fiam jó jegyeket szerezzen az érettségi vizsgán. Jó éjszakát, tanár úr. Jó éjszakát. A mielőbbi viszontlátásra. Köszönöm, viszlát. Hofer úr? Esetleg lenne rám is néhány perce? Hogyne. Szeretnék beszélgetni magával. Beszélgetni? Miről? Magánügyben. Pár perc az egész. Kérem. Szálljon csak be! Hát, tessék! Ne itt! Nem megyünk el a diszkóba? De, menjünk. Ha akarja. Bemegyünk egy kicsit? Mit akar megbeszélni velem? Nem lehetne itt elintézni? Jaj, jöjjön már be! Jó. Rendben, akkor jövök. Jó, ez az. Siess már! Várjatok, a kocsiba felejtettem valamit. Majd mindig ezt csinálod. Az öcsémnek kell a jó átlag, hogy felvegyék az orvosira, egyszerűen muszáj. Ugyanis át kell vennie apám praxisát. Senkitől nem venne el semmit, meglévő praxist kapna. Tisztában vagyok vele, de én nem tudom befolyásolni a jegyei átlagát. Dehogy nem tudja. Nem, sajnos nem. Mégis miből gondolja? Tudom, hogy nem maga adja a jegyeket, de tudna tenni valamit. Nem. Biztosra veszem, hogy tehet valamit, nem. Ha akar. Túl értékeli a lehetőségeit. Higgy el, az öcsém fél, és olyankor semmi nem sikerül neki. Igen, jól tudom, de koncentrálni. Sajnos kell. Azt nem tud. Éppen ez a probléma. Ezért szorul segítségre. Ugye, tulajdonképpen mit akar tőlem? Azt, hogy táncoljon velem. Vagy talán azt sem tud? Hogy azt sem tudok. Na jöjjön. Hello. Egy másodperc, és már is következik az I Can Stand the Rain.
csak egy kis ízelítő volt az I Can Stand the Rain című dalból. Most pedig következzen egy másik nóta egy nagyon csinos lány kérésére. Ez nem is olyan egyszerű. Már hónapok óta, vagy legalább egy éve, hogy nem táncoltam, gyakran jár ide? Néha jövünk, Robertán. Szereti a testvérét? Igen. Gondolom, sok mindent megtenne érte. Igen, sok mindent. Nem igazán látok át magán. Nem értem, hogy az előbb mit akart tőlem. Segítsen neki, hogy úgy juttassa át a vizsgákon, hogy felvegyék az egyetemre. Úgy értem, azt akarja, hogy tisztességtelen dolgot tegyek. Tisztességtelen dolgot? Inkább úgy mondanám, hogy corriger la fortune. Corriger la fortune? Robertnek nincs szerencséje, ezért szüksége van magára. Fizetek. Hofer úr! Hofer úr! Corriger la fortune, corriger la... Segítenie kell neki. Szüksége van rá. Hajlandó vagyok sok mindent meg. Hajlandó vagyok sok mindent. Na, azt hiszem, lassan abba hagyhatjuk. Azon kívül úgy látom, hogy Stefan már nem bírja sokáig. Oh, ez jobb volt. Ez ügyes volt. Hozzátok még valamit? Nem is tudom, hogy csinálni kellett. Gondolod? Csak nyugodtan, Stefan! Nem kell kapkodni! Ó, ez jó volt. Ügyes van. Láttátok ezt? Na, ez meg is volna. Már befejeztük, Stefan. Jöhet a pihenés. Finito. Kértek még sört? Most én dobom. Jó! Csalás. Na jó. Most már igazán elég lesz a kiállatban. Haza kell venned, sajnos. Szevasztok. Persze, mert jó éjszakát. Legközelebb mit csináljuk. Viszlát. Erre gyerek. Stefan. Vessék. Kösz a bábú állítást. Nem kellene esetleg. Ha még borravalót is adtok, végetek. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Alig várom. Sziasztok! Sziasztok! Szerintem havonta egyszer belefér egy ilyen este. Nem érezted jól magad? De. Jól szórakoztam. Mikor szállhatok be? Kitartás, Stefan. Téged is be fogunk venni. Legközelebb a rendőrkapitányt is elhozzuk. Minek? Bábút állítani. Menjenek tovább! Menjen tovább! Menjen tovább!
Itt meg mi történt? Baleset. Hajtsanak tovább. Várj csak, állj meg. Menjenek tovább, kérem. Köszönöm. Derek, hát maga mit keres itt? Itt tekéztem a közelben. Mi történt? Gázolásos baleset. Cserbenhagyásos. Valaki elütötte a fiút és tovább hajtott. De elkapjuk az illetőt. A kocsija is megsérült. Találtunk egy törött irányjelzőt. Az felír egy személyigazolványa. Ahogy mondja. Nos, amennyire meg tudom állapítani, súlyos zúzódás a felső combon, lábtörés és fejsérülés, ami a gázolásos áldozatoknál nem jellemző. A doktor Becker itt lakik a közelben. Jó estét. Jó estét. Azt mondja, ilyen esetben ez nem jellemző. Nem, valami eltalálhatta. Lehet, hogy a kocsim volt csomagtartó, ami meg volt rakva. Koponyasérülés szenvedett, amit ütés okozott. Haladjanak tovább! Menjenek tovább, kérem! 2,70 m. Stefán, mehetünk? Mindjárt. Azt mondta, hogy a halott sérülése szokatlan közlekedési balesetben. Szerintem ezt az embert agyonverték. Meghalt? Igen. Még fiatal volt, legfeljebb 20 éves. Valószínűleg a diszkóból jöhetett. És a sofőr? Tovább hajtott. Egyszerűen ott hagyta a fiút az úton. Egyébként feltehetően kék autó lehetett. Azt honnan tudják? Festéknyomok vannak az oldalán. Itt. Itt kapta el a kocsi. Kék autó volt? Igen. Az segíthet valamit? Azt mondják, a festékből megállapítható a gyártmány. Azon kívül találtak egy irányjelzőt is. Nem tudott, milyen kék volt? Sötét vagy világosabb? Azt végképp nem tudom megmondani neked. Tudtál róla, hogy Hofernek is kék autója van? Hofernek? Az még nem jelenti, hogy ő volt. Az időpont stimmel. Láttam, amikor elindult. Úgy hajtott el, mint egy őrült. Pont abban az időben. Istenem, Heidi. Nagy dolog lenne. Nem az a típus, aki tovább hajtana. Honnan tudod, hogy reagál az ember egy olyan rémes szituációban? Felhívom. Megőrültél? Miért ne? Úgy sem fogja elárulni, hogy elütött egy embert. Persze, hogy nem. De ha ő volt, hallani fogom a hangján. Igen, tessék. Jó estét, tanár úr. Jó estét. Miért keres? Csak meg akartam kérdezni, rendben hazaérte. Én? Igen, miért kérdezi? Azért, mert történt egy baleset. A városba vezető úton. Igen. Miféle baleset? Valaki meghalt.
Nagyon megijedtem, és egyből maga jutott eszembe. Mert abban az időben történt, amikor maga elhajtott. Gondoltam, hogy felhívom, és megkérdezem, hogy minden rendben van-e. Igen. Minden a legnagyobb rendben, köszönöm. Szóval kedves, hogy érdeklődik. Valaki meghalt, igen? Igen. Meg tudom kérdezni, mi is történt pontosan. Már ha érdekli. Hogyne. Igen, ez természetesen érdekel. Esetleg majd értesítse, mi történt. Nagyon köszönöm. Ő volt az. Robert, ő volt az. Biztos vagyok benne. Mert a hangja annyira furcsa volt. Megölt egy embert, és elhajtott. Ez cserbenhagyás. Ha ez igaz, szegény ember. Nem tudod, hol lakik? Jó estét! Jó estét, Becker kisasszony! Nem akar bejönni? Érdeklődtem. A halott egy fiatal férfi. Elgázolták. A sofőr elmenekült. Egy kék középkategóriás autó volt. Reggelre a gyártmányát is megtudják. Ugyanis találtak egy sérült irányjelzőt, a jobb elsőt. Ha elkapják a sofőrt, biztos, hogy pár évre börtönbe kerül. Nem tudom megmagyarázni. Minden olyan gyorsan történt. Nem tudtam reagálni. Azonnal fékeztem, és hátra néztem, és a fiú felállt. Esküszöm magának. A fiú felállt. Gondoltam, hogy nem lehet vészes. Elhajtottam, mert úgy gondoltam, nem eshetett komolyabb baja. Most mit tegyek? Ha feladom magam... Akkor börtönbe kerül. Büntetett előélettel lehet állami alkalmazottként dolgozni? A helyében holnap gyalog mennék el az iskolába. Hol van a kocsia? A garázsban. Látta magát valaki? Nem, senki. Hol van a garázsa? Az udvaron. Esetleg teremgarázs? Nem, saját garázs. Megnézhetem a kocsiját? Zárja le! Nem olyan vészes, mint hittem. De a szervizbe persze nem viheti be. Irányjelzőt be lehet szerezni. Maga úgy gondolja, hogy ne adjam fel magam?
Ne, azzal már elkésett. Azt már úgysem méltányolják. Azon kívül az apám azt mondta, hogy... Az édesapja. Igen. Őt hívták ki, mint orvost a baleset helyszínére. Ő azt mondta, hogy a fiú ittas volt. Akkor az édesapja tud róla? Nem. Én tudom. És az öcsém. Rajtunk kívül senki. És nem is fogja megtudni senki. Sem tőlem, sem pedig az öcsémtől. Bennünk nyugodtan megbízhat. Nem találom. Itt van valahol az alsó. Jó reggelt! Jó reggelt, Rossz! Jó reggelt! Erre jártam. Van boncolási edzőkönyv? Megjött. Nem értem ezt a fejsérülést. Nem jellemző. Ezt így nem mondhatjuk. Közlekedési balesetnél nincs jellemző, bármilyen sérülés előfordulhat. Ennek ellenére... Ki végezte a boncolást? Winter professzor. Ő igen, tapasztalt ember. Mit szólt hozzá? Lát hasonlóságot olyan áldozatokkal, akik egy ütéstől veszítették el az életüket. Egy ütéstől. Minek nevezhető egy autóval való ütközés, mint ütésnek? Na igen. Belenézhetek? Hogyne. Rossz. Jó rendben. Mindjárt átmegyek. Továbbá lokális sérülés észlelhető a koponya többi részén is. Csak nem sértetlen, ami minden tapasztalat ellenére arra enged következtetni, hogy a halál oka egy jól irányzott ütés volt. Ebből hámozzunk ki valamit. Lehet, hogy a sofőr halott embert ütött el? Erre már én is gondoltam. De egy halott, aki az úton fekszik, nem tudja összetörni az autó indexét. Azt mondta, ilyen balesetnél nincs olyan, hogy jellemző. A vizsgálat folytatódik. Próbálnak szilánkokat izolálni a sebből, beazonosítható fémdarabokat. Véleményem szerint az autón volt valami plusz elem, valami, ami elől kiállt. Például vadrács vagy reklámtábla. Akármi is volt, kiderítjük. Na igen. Tudja, hogy ez a jegyzőkönyv nem zárja ki a gyilkosságot. Minden esetre adja meg nekem az áldozat nevét. Úgy látom, nincs elég dolga. Erik Stoll, 22 éves férfi. Foglalkozását tekintve bolti eladó. Igen, most sem. Nem hiszem. Pont engem. Délután találkozom. Én megcsináltam minden házit. Nem álltam, és én másoltam. Igen, minden. Akkor este találkozom. Így van. Rendben. Komolyan? Jó, reggel. Rendben. Pont engem. De várjál, mindjárt megnézem. 12. Jól van. Egyetekről megnyitom. Szia! Sziasd már! Sziasd! De hogy is! Szia! Hello! Tanár úr, engem... A nővérem hazavisz. És magát is. Jó napot, tanár úr. Jó napot. Magának most nincs autója. Beszáll hozzám? Gyere, Robert! Szóval, a következőre gondoltam. Eltüntetjük a törést úgy, hogy senki ne vegye észre. Természetesen később el lehet vinni a szervizbe. Hoztam szerszámokat is. Te csinálod, Robert, a garázsban.
Egyetért vele, tanár úr. Menni fog. Biztos vagyok benne. Hello, Robert. Sziasztok. Tanár úr. Nem hiszem. Nem hiszem, hogy menni fog. Biztos, hogy menni fog. De ahhoz még kellene egy irányjelző is. Azt már beszereztem. Azt mondja, hogy már meg is vette. Igen, egy nagy üzletben. Akkora volt a forgalom, annyi mindent vásároltak, hogy fel sem tűnt senkinek. Maga is kér. Mit kell tennem érte? Gondoskodjon Robert jó átlagáról. Maga mossáról? Igen, másképp nem menne. Nem tudja letenni a vizsgát. Jól figyeljen rám. Én nem tudok segíteni neki, képtelenség. Egyáltalán nincs rá lehetőségem. Értse meg! A feladatok és a témák titkosak. A minisztérium küldi, amit én nem kapok meg előre. A maga dolga, hogy csinálja. Találjon ki valamit. És ha nem teszem meg, amit kér? Akkor mehet a börtönbe. Jó napot! Jó napot! Maga a tulajdonos? Nem, de szívesen lennék. Pincér vagyok. Á, a baleset. Amiatt jött? Igen, abban az ügyben jöttem. Még nem kapták el a fickót? Nem, még nem. Estékét is itt van? Természetesen. Személyesen is ismerte az áldozatot? Szinte minden másnap bejárt. Mintha hazajött volna. Törzs vendég volt. Nagyon szeretett táncolni, néha szólózott is. A lányok megőrültek érte. Beszélnék a barátaival is. A barátaival? Barátnő is lehet. Bizonyára voltak barátai. Rengeteg. Nem tudja, kivel töltötte a tegnap estét? Nem emlékszik rá? Tegnap szinte egész este egy lányjal táncolt. Ő szintén gyakori vendég. A nevét tudja? Sajnos nem. De esetleg nézzem be este. Azonnal meg tudom mutatni. Jó. Köszönöm. A közelben van egy orvos. Nem tudja, hol lakik? Dr. Becker? Itt a sarkon. Az apám csak délelőttönként rendel. Nem paciensként jöttem. Rendőrnyomozó vagyok. Rendőrnyomozó? Igen. Apa éppen nincsen itthon, de ha szeretne bejönni... Köszönöm, igazán nagyon kedves. Az esti baleset miatt jött? Igen. Ön vizsgálja az esetet? Igen, én is. Az édesapja járt a helyszínen, feltennék neki néhány kérdést. Nem sokára itthon lesz. Addig foglaljon helyet. Nagyon köszönöm. És van már valami nyoma az autósofőrének? Nincs, de az autót már azonosították. Az autót? Típus, gyártási év. Ilyesmi is lehetséges? Ez is lehetséges. Pontosan nem tudom megmondani, mikor jön vissza apa, mert éppen házhoz hívták. Sajnálom, hogy hiába fáradt ide miatta. Nem csak miatta jöttem, érdeklődtem a környéken. Már a diszkóban is jártam. De az most zárva van. Beszéltem az egyik pincérrel. Egy pincérrel? Igen. Á, értem. Heidi! Ó, elnézést. Kijönnél egy kicsit? Bocsásson meg egy pillanatra. Ez meg kicsoda? A rendőrnyomozó. Mi? Apával akar beszélni, mert ő ott volt a baleset helyszínén. Ne izgulj már!
Tőlünk nem akar semmit. Miért vágsz megint ilyen képet? Még jó is, hogy itt van. Legalább megtudom, hogy hogy áll a dolog, érted? Te inkább maradj fent. Nagyon félek. Semmi okot sincs rá, hogy félj. Nem tudnak semmit. Mondja meg az apjának, hogy majd felhívom. Jó, átadom. Köszönöm. Szívesen. Viszontlátásra. Elment Robert. Fogalmuk sincs semmiről. Akkor mit akart itt? Csak valamit kivizsgálnak. Holnap este el fog menni a diszkóba. Mondtam neki, hogy én is oda megyek. Úgy mindig tudjuk, mi a helyzet. Érted már? Olyan gyilkossági ügyben nyomozol, ami nem is az. Miért nem jelentkezett egyetlen barátja sem? Az egész estét egy lányjal töltötte. Ő hol lehet? Ő tudna vallomást tenni. Miről tenne vallomást? Például arról, hová akart menni a fiú. Egyedül, kint a főúton. Haza indult, olyan korán. Csak nemrég érkezhetett, és már is indult is? Na igen. Na igen, én is ezt mondtam. Csak szólok, hogy egy kicsit előrébb léptünk az ügyben. Ma reggel vettek egy irányjelzőt egy kereskedőnél. A körkérdésünk sikerrel járt. Emlékeznek rá, ki vette? Állítólag egy fiatal lány, félhosszú vörös haja van. Az eladó arra is emlékszik, hogy egy bak aranymedál volt rajta. Nagyon jó. Nagyon jó. Már csak a lányt kell megtalálnunk. Nagyon jó fogadás. Ott vannak. Oda megyek. Várj. Inkább ne. Nagyon jól tudom, mit csinálok. Jó estét. Ó, Becker kisasszony. Ő a kollégám Klein úr. A hölgy annak az orvosnak a lánya, akit a balesethez hívtak. Jó estét. Üdvözlöm. Én is mehetek? Magukkal? Természetesen. Természetesen, jöjjön. Itt a lány, de figyelek, remélem bejön. Remélem. Figyelj csak, te nem táncolsz, ugye? Jó. Még mindig azt a sofőrt? Igen, őt is. Gondolja, hogy meg fogják találni? Bízunk benne. Thank you.
Corrigère la fortune. Sajnálom, úgy tűnik, hogy az a lány ma nem jött el. De a többieket sem látom. Figyeljen ide! Itt a telefonszámom, az irodai már rajta van. Ez az otthoni. Ha az a lány mégis felbukkanna, csörögjön rá! Az a lány miért volt ott a diszkóban? Senki nem kérte rá, hogy jöjjön. Értem. Csak mert nagyon érdeklődött az eset iránt. Azt latolgatta, hogy lehetne megtalálni a sofőrt. Még mindig úgy gondolod, hogy valami nem stimmel a fiú halálával? Délután beszéltem telefonon dr. Beckerrel. Osztja a véleményemet, miszerint valami nem stimmel az egész üggyel. Az a kérdés, hogy a társaságból, akikkel Stoll mindig együtt volt, ma senki sem jelent meg. Ez érdekes. A világon semmi okod az aggodalomra. Tényleg nyugodtan alhatsz. Jó éjszakát. Elnézést, kolléga úr. Bocsásson meg, Koch asszony, lenne egy kérdésem. Megérkeztek már a feladatok a minisztériumból? Az csak pár nappal az érettségi előtt küldik. Ez olyan, hogy is mondják a hadseregben? Szigorúan titkos ügy. Az igazgató az asztal fiókjába zárja a borítékot. Nem látta még milyen, amikor kihozta? Csak egy éve vagyok itt. Az olyan, mint egy ünnepi alkalom. Túlságosan is. Minden jót, kolléga úr. Viszontlátásra. Elkészítettük annak a lánynak a fantomképét, aki az irányjelzőt vette, tessék. Ha megint járnátok a diszkóban, akkor... Jó, majd körbe mutogatom. Nekem valahogy olyan ismerősnek tűnik ez a lány. Nem láttuk már valahol? Nem tudom. Esetleg tegnap este? Furcsa, de az eladó a láncot sokkal jobban le tudta írni, mint az arcát. Itt hagyom nektek. Jó napot, Hofer úr. Jó napot. Mit akar tőlem? Jöjjön be. Tessék. Csak mondok valamit, amitől megkönnyebbülhet. Van kapcsolatom a rendőrséggel. Valóban? Igen. Azokkal, akik kivizsgálják az ügyet. Sötétben tapogatóznak. Nem örül neki? Mégis minek örüljek? Az a lényeg, hogy nincs mitől félnie. Félni? Magának fogalma sincs róla, mi zajlik bennem. Meg kellett volna állnom, és kiszállnom. Azt, hogy nem tettem meg, már nem lehet visszacsinálni. És a maga ügye, hogy megzsarolt, az már csak ráadás, amit megérdemeltem. Hofer úr, mit akar? Érdeklődni, hogy sikerrel járta? Válasz igen. Tisztán látom, milyen helyzetben vagyok. Elégedett? Én csak az öcsémnek szeretnék segíteni, nem tudja megérteni? Becker kisasszony,
Kiderítettem, hol őrzik az érettségi tételeket. Az igazgató fiókjában. Itt van a kulcsa. Ma délben lemásoltattam. Elvittem egy kulcsmásolóhoz. Egy ilyen kulcsot nem nehéz másolni. Csak egy órára kellett otthagyni. Tényleg azt várja, hogy megtegyem? Nézzen rám! Komolyan ezt várja tőlem? Robert! Végre sikerült. Hofer megszerezte az íróasztal kulcsát, ahol a tételeket őrzik. Figyelj! El fogja hozni, idejön és átveszi veled a feladatokat. Mit szólsz hozzá? Jövök! Jó estét! Jó estét! Örülök, hogy újból láthatom. Én meg annak örülök, hogy felhívott. Igen, tessék. A kollégája most nincs itt? De, ő is itt van. Akkor biztosan nem csak táncolni jöttek. Sajnos nem csak. Mit akarnak kideríteni? Hát az hivatali titok. Bocsánat. Ott a lány a fekete csak is férfival. Hello, szevasztok! Elnézést. Itt van a lány. Megbocsát egy percet? Persze. Jó estét, bűnügyi rendőrség. Szeretnék önnek feltenni pár kérdést. Mi történt? Mit akarnak? Hogy hívják? Mi köze hozzá? A nevem Klóze. Ne válaszolj nekik. Előbb mondják meg, mit akarnak. Maga Erik Stoll barátja volt, akit 8 nappal ezelőtt a közelben elgázoltak. Akkor amiatt jöttek? Neki mi köze az egészhez? Kérem, feleljen a kérdésemre, tehát maguk barátok voltak. A halála estén is együtt töltötték az időt, igaz? Egyáltalán nem számít. Én is ismertem a srácot, talán tilos. Kérem, jöjjön velem a kapitányságra, ott nyugodtan beszélgethetünk, nem tart sokáig. Megtagadhatja? Miért tenné? Én is ott lehetek? Igen, ha nagyon akar. Ja. Viszlát! Viszontlátásra! Hát... Ez elég hivatalosnak tűnik. Kihallgatás a baleset ügyében. Igen. Majd jelentkezem. Baj van? Szervusz. Szervusz, Heidi. Már megjöttél? Igen, már hazajöttem. Robert azt mondta, hogy egy rendőrnyomozóval voltál a diszkóban. Igen. 2 embert letartóztattak. Felettébb érdekes. Mégis. Mi az, hogy mégis? Csak mert én végig úgy gondoltam, hogy nem baleset történt. Nem baleset volt? Nem. A sérülések nem jellemzőek. Egyáltalán nem jellemzőek. Szerintem a fiút agyonverték valami... Igen. Valamilyen tárgyal. De apa, az egyértelműen gázolásos baleset volt. A lakszilánkok... Nem neked kell megoldani az ügyet, lányom. Jó éjszakát. Igen. Az egész estét együtt töltöttük.
Erik Stollal ment oda? Nem. Hanem kivel? Bokéval. Tehát vele érkezett a diszkóba az ő motorján. Igen. Most miért sír? Üljön vissza! Mesélj el, hogy mi történt. Szóval, maga egész este Stollal táncolt. Annak ellenére, hogy Bukéval érkezett. Fogd a szád! Vigy ki innen! Mit nem kellene elmondania? A két fiú veszekedett egymással? Igen. És? Mondtam Stollnak, hogy inkább menj el. Tehát Buké féltékeny volt. Az nem kifejezés. Megőrítette a féltékenység. Fogta Stollt, kirángatta a parkolóba. Javáltam. Ne verd meg! Ne, ah! Rolf! Ne bánts, hallod! Hagyd be! Szállj le a nőmről, vagy szétverem a fejed! Még elkapom, arra mérget vesz, még elkapom! Szakítok veled! Befejezzem! Ezzel végre, ezzel! Rolf! 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 Ne! Rolf! 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 Ne! 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 Rolf! És aztán valami szerszámmal. Agyonütötte? Harry, légy szíves, vedd jegyzőkönyvbe. Buké úr! Elnézést, doktor úr, remélem nem zavarok. Először is azt szeretném mondani, hogy igaza volt. Gyilkosság történt. Az ok féltékenység. A gyilkos a balesetet használta ki, hogy átszázza a gyilkosságot, ami majdnem sikerült is. Ha maga nem lett volna, ki tudja, hogyan tisztázódott volna az ügy. Köszönjük, doktor úr. Jó éjszakát! Beckerrel beszéltél? Igen, megköszöntem neki. Inkább a lányával kellett volna beszélned. Miért nekem? Ma este véletlenül láttam, hogy egy ilyen medált viselt. Hogyan? Ilyen medált? Uh-huh. Becker lánya? Igen. Hogyan, Harry? Hát abból a medálból valószínűleg nem csak egy példány létezik a világon. Már mondtam neked, hogy nekem valahogy ismerősnek tűnt az. Amúgy láttam a kocsijukat. Attól még lehetett ő. Mondtam, hogy láttam a kocsijukat, világosabb és más színű. Akkor miért érdeklődik az eset iránt? Hát... az már nem a mi gondunk. Elvégeztük a dolgunkat, és... Na jó, vidd át Rosszhoz. Ah, ti még ébren vagytok? Hogy állsz a tanulással? Nagyon jól. Sikerülni fog?
Remélem, apa. Épp most hívtak a bűnügyi rendőrségtől. Nem baleset volt, hanem gyilkosság. A gyilkos vallomást tett. Hogy gyilkosság volt? Az nem lehet, balesetnek kell lennie. Igen, baleset volt. A fiút elgázolták, eltört a lába és nem tudott elfutni. Féltékenységből ölték meg. Ez olyan gyilkosság, amire majd, hogy nem is derült fény. Na, csak ezt akartam mondani. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Jó éjt, apa. Azonnal fel kell hívnunk. Várj, ne kapkodj! Először gondolkozzunk. Hallottad, megvan a gyilkos. Igen, hallottam, de akkor se hívd még fel. Miért ne? Mert Hofernél van az íróasztal kulcsa. Lehet, hogy soha nem tudja meg, hogy van gyilkos is. Majd elmondhatod a vizsga után. Gondolkozz egy kicsit. Az a legfontosabb, hogy megtegye, amit ígért. Holnap majd elmondhatod. Szerintem is jobb, azt hiszem, behagyom. Nekem nem olyan jó belőle, hogy egyet nem. Hát most mit lesz a táskájában? Köszönöm, ne legyen már. Tényleg nem. Nem vagy ötödjön el. Szerintem. Lugd el. Mi történt, nem tudod? Hofer öngyilkos lett. Felakasztotta magát tegnap éjjel. Lehet tudni miért? Nem. Ez mindenki előtt rejti. Írta Herbert Reinecker. Magyar hangok. Újlaki Dénes, Besenci Árpád, Stern Dániel, Hámori Eszter, Németh Gábor, Molnár Levente, Szokolai Ottó, Cvetkó Sándor, Molnár Ilona. Zenéjét szerezte Frank Duval. Fényképezte Heinz Hölscher és Udo Drébeló. Magyar szöveg Nagy Gabi, szerkesztő Váradi Kalmár Zsuzsanna. Hangmérnök és vágó Miklós Miklós. Gyártásvezető Kasznárné Nagy Éva. Szinkronrendező Kis Beáta. A szinkront a Duna Televízió megbízásából a Viderend Kft. Készítette. Produkciós vezető Dudás István. A filmet rendezte Theodor Grädler.